Afganisztánba látogatott az amerikai külügyminiszter. Antony Blinken többek közt Ashraf Ghani afgán elnökkel és a Nemzeti Megbékélési Tanács vezetőjével, Abdullah Abdullah-val tárgyalt Kábulban. Blinken látogatására mindössze egy nappal azután került sor, hogy az Egyesült Államok és a Nemzetközi Koalíció többi tagja is bejelentette, szeptember 11-éig kivonja csapatait az ázsiai országból. Az amerikai külügyminiszter azt mondta, azért ment ilyen gyorsan Afganisztánba, hogy jelenlétével demonstrálja az Egyesült Államok tartós elkötelezettségét. Továbbra is az afgán emberek mellett állunk, gazdasági befektetésekkel is segítjük a fejlődést, illetve azt, hogy a még virágzóbb jövőért dolgozhassanak. Továbbra is támogatjuk a civil társadalmat, illetve a nők egyenjogúságához vezető folyamatokat, beleértve részvételüket a folyamatban lévő tárgyalásokon és egyenlő képviseletüket a társadalomban, mondta még Blinken, kiemelve azt is, hogy az Egyesült Államok továbbra is segíteni fogja a béke megállapodás megkötését az iszlamista tálib lázadókkal. A Kábulban megkérdezettek közül volt, aki örömmel, más aggodalommal fogadta az amerikai kivonulás hírét. Ez a férfi azt mondja, nem volt semmi gond az amerikai katonák megjelenéséig. Ha teljesen kivonulnak, megszűnik az ellentét az emberek között, és békében újraépíthetik az életüket. Nagyon aggódom, mert ha az amerikaiak elmennek, megnőhet a tálibok befolyása, ők pedig visszaszorítják a nők részvételét a társadalomban, mondta ez a nő. A tálibok 1990 és 2001 között voltak hatalmon, uralmuknak az amerikai megszállás vetett véget. Most azonnali kivonulásra szólították fel a külföldi haderőket, emellett közzétették, soha semmilyen körülmények között nem adják fel céljukat, hogy tisztán iszlám rendszert hozzanak létre Afganisztánban.